Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Mess Attila vagyok. Ma június 16-a van, Justinak ünneplik névnapjukat. 29 éve a mai a Független Magyarország napja. 91 éve született Zsigmond Vilmos, Oscar-díjas, magyar származású, amerikai operatőr, rendező, és 63 éve Nagy Imre, magyar reform kommunista politikust titkos per után kivégezték. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, röviden. Műfüves focipályákat adtak át ma Óbecsin és Kishegyesen. Szerbia soha nem ismeri el Koszovó függetlenségét, hangsúlyozta mai sajtótájékoztatóján a szerb államfő. Több órán át tárgyalt ma Vlagyimir Putyin orosz és Joe Biden amerikai elnök Genfben. Hamarosan megkezdődik a bajmoki Szentpéter és Pál templom felújítása. Sikeresen szerepeltek a Pannon RTV munkatársai a Podolszky József publicisztikai pályázaton. Műfüves labdarúgó pályát adtak át ma ünnepélyesen Óbecsén a TSC labdarúgó akadémiával való együttműködés keretében a magyar kormány támogatásával megvalósuló beruházás elsősorban a fiatal focisták kinevelését szolgálja. Gyerekek rúgják a bőrt az Óbecsei stadion mellett megépült új műfüves pályán. Az ő edzéseiket szolgáló focipályát szerdán adták át rendeltetésének. A Becsei labdarúgó klub tagjai a TSC-vel való együttműködésnek köszönhetően egy profi rendszer részesei lettek. Nagyon komoly szakemberekkel alapoztuk meg a TSC-nek a fociskoláját. Magyarországról, Belgrádból a legjobb szakembereket hoztuk ide, tehát egy rendszert állítottunk fel, és ennek a rendszernek egyik pillére a Becse is. Ugyanazban a rendszerben dolgoznak a Becse edzők is, mint a Topai edzők, illetve a Zentai edzők, vagy a Szent Tamási edzők, vagy a Temerini edzők, és ebből a rendszerből próbálunk egy minél nagyobb felületről próbálunk meríteni, minél több játékosból próbálunk meríteni. A TSC-nek nem az Óbecsei az első sportberuházás a Vajdaságban. Ezeknek köszönhetően több ezer gyermek kapott eddig lehetőséget arra, hogy korszerű körülmények között profi edzők mellett sportolhassanak. Mindenki közülük arról álmodik, hogy futballista fog lenni. Reméljük, hogy sokuknak ez sikerülni fog, de hogyha nem is lesznek futballisták, azt gondolom, hogy jobb emberek fognak lenni, egészségesebbek fognak lenni, meg fognak tanulni, küzdeni azért a mezért és azért a színért, amit hordoznak magukon és a szívükben. Azt gondolom, hogy ez egy karakterfejlesztő, test- és lélekfejlesztő tevékenység, ezért fontos. A meglévő focipályák mellett a közeljövőben további sportberuházások is lesznek Óbecsén. A prostor, de stojimo sada, je opštinsko vlasništvo, i na tom prostoru želimo da uradimo još jedan ovakav teren sa veštačkom travom iste veličine, znači iste veličine, da uradimo dva rukometna terena, dva košarkaška terena i jednu balon salu. To je ono što bi upotpunilo neku ponudu Bečeja, ne samo za našu decu naravno, već i za taj neki sportski turizam koji želimo da se bavi opština Bečej. A magyar kormány támogatásával megépült új műfüves pálya értéke 400 ezer euró. Kishegyesen is átadták a műfüves labdarúgó pályát. Ezen a segédpályán a focista növendékek edzhetnek majd. A gyerekek az átadót követően már el is kezdték rúgni a bőrt az új pályán. A kishegyesi műfüves labdarúgó pálya 42x22 méteres. A pálya konstrukciójában megoldották a vízelvezetést is. Ennek köszönhetően évszaktól függetlenül lehet majd használni, magyarázta Kovács Károly, a beruházás koordinátora. Kishegyesi labdarúgó klub esetében a 6-tól 9, a 9-től 12 éves és a 13 évtől 15 éves korosztályos csapatnak készült, és az ő céljukat fogja a jövőben szolgálni, illetve az ifjú tehetségek kibontakozására szolgál ez a pálya itt Kishegyesen. Az utóbbi évek egyik legnagyobb vállalkozása a labdarúgó akadémiai rendszer építése, hangsúlyozta ezen az átadón Pásztor István. Ezzel a gyerekek sport iránti szeretetét is erősítik, tette hozzá a VMS elnöke. Az, hogy megtanulják, mit jelent csapatban küzdeni, mit jelent a meznek és a színnek a becsülete,
mennyire nem szabad másik kapura játszani, és mennyire tudni kell, hogy mi az, amit meg kell, hogy őrizzünk, és mi az, amit pedig be kell, hogy vegyünk. És ez csak rá, első pillantásra tűnik úgy, hogy a labdarúgásról szóló mondat, az egész életet, a kisebbségi létet, a mindennapokat jellemző kihívás. A pálya által a focizni vágyó gyerekeknek szeretnének jobb feltételeket biztosítani, mondta a beszédében Zsemberi János, a TSC elnöke. Szeretnénk ezt a hálózatunkat még terjeszteni, szeretnénk másot is fejleszteni, tehát nem csak a Kishegyes, Becse is, amiket felsoroltam, hanem ezen fölül még szeretnénk még pár helyen nyitni, illetve pár klubot bekapcsolni a munkánkba. A beruházás összértéke 10 millió dinár, mintegy 65 gyerek használhatja majd, akik az átadó után birtokukba is vették a területet. A járványügyi szempontból biztonságos országok listájára helyezte az Európai Unió Szerbiát, jelenti a Reuters. Szerbia mellett Albánia és Észak-Macedónia is erre a listára kerül majd, a döntés a napokban lép életbe. Ez azt jelenti, hogy az EU-s tagállamoknak lehetőségük van fokozatosan visszavonni a beutazási korlátozásokat a járványügyi szempontból biztonságos országok esetében. Szerbiát egyébként tavaly júliusban vették le a biztonságos országok listájáról, azóta több uniós országban korlátozások voltak érvényben a szerbiai állampolgárokra. Életbe léptek a járványügyi enyhítések Szerbiában, mivel az elmúlt időszakban egyre kevesebb új fertőzöttet regisztráltak az országban. Eszerint a kiskereskedelmi egységek, valamint a vendéglátóhelyek kerthelyiségei mától korlátlanul nyitva tarthatnak, míg a kávézók és éttermek belterei hajnali egyig dolgozhatnak. Továbbá kinn és benn is szólhat a zene, a sportrendezvényeken lehet közönség. A kültéri létesítmények 50%-os kapacitással, míg a fedett létesítmények 30%-os kapacitással fogadhatnak nézőket. Kint és bent is legfeljebb 500 személy gyülekezhet. Amennyiben egy eseményen 500 személynél több szeretne gyülekezni, a szabadban vagy fedett létesítményben, ahhoz a válságstáb engedélyét kell kérni. Továbbá, ha ballagási ünnepségeket és az érettségi banketteket is meg lehet tartani, az enyhítések ellenére a védőmaszk használata kötelező a zárt terekben. Valamest emelkedett az egy nap alatt nyilvántartásba vett koronavírus fertőzöttek száma Szerbiában, tegnaphoz képest 9353 tesztből 160 lett ezúttal pozitív, 4 újabb személy elvesztette a harcot a fertőzéssel szemben, ezzel pedig hivatalosan eddig összesen 6980 személy hunyt el a COVID-19 miatt. Kórházban 392 beteget kezelnek, közülük 19-en vannak lélegeztetőgépen. Ma kapják meg a nyugdíjasok a 3000 dináros állami támogatást, amely a koronavírus elleni vakcina felvételért jár azoknak, akik a megadott határidőig megkapták legalább az első oltást. Azok számára, akik nem nyugdíjasok és tegnap évfélig jelentkeztek a támogatásért, a kifizetés csütörtökön kezdődik. A 3000 dináros pénzügyi támogatásra 1,2 millió lakos jelentkezett. Fokozott közúti ellenőrzést tartanak Szerbiában. Mától egy héten keresztül azokra a járművezetőkre fókuszálnak, akik alkohol vagy pszichoaktív szerek hatás alatt ülnek volán mögé. Az ittas vezetés az egyik legnagyobb közlekedés biztonsági probléma a legtöbb európai országban, itt Szerbiában is. A gyorshajtással együtt a leggyakoribb okozója a baleseteknek. Arra a kérdésre, hogy mikor fogadjuk el Koszovó függetlenségét, az albán delegáció egy határozott soha választ kapott, mondta a szerb elnök. Alekszandar Vučić a keddi brüsszeli találkozó kapcsán tartott sajtótájékoztatót bejelentette, június 22-én fogja a parlamenti ülésen benyújtani a párbeszédről szóló jelentést. Vučić a sajtótájékoztatón beszélt arról is, hogy Szerbia a harmadik helyen áll Európában a GDP növekedés tekintetében. Kiemelte, a külföldi befektetések mértéke is növekedett. A szerb elnök a sajtótájékoztatón elmondta, a brüsszeli találkozón az albán delegáció csak az eltűntek kérdéséről tárgyalt komolyan, minden más csak Pristina követelése volt a függetlenség elismerésére. Da mi pokazujemo našu odlučnost da se dijalog nastavi.
Što se Srbije tiče, mi ćemo sve probleme uvek pokušavati da rešavamo razgovorom, ali za razgovor su potrebni ljudi koji su racionalni i koji razumeju koje su njihovi domeni, koje su njihove prava i mogućnosti, ali koji dobro znaju i koje su granice do kojih mogu da idu. Vučić a sajtótájékoztatón beszélt arról is, hogy Szerbia a harmadik helyen áll Európában a GDP növekedés tekintetében. Hozzátette, az év második negyedévében 12-16% közötti növekedésre számít. Ogroman skok očekujemo u drugom kvartalu. On bi trebalo da nam najviše doprinese tom skoku od 7% o kojem mi govorimo, a 6% potvrđeni od MMF-a na nivou cele godine. To bi značilo drastično veće penzije i plate, dodatno ubrzanje rasta penzije i plata u našoj zemlji već pred kraj godine, dakle. Kiemelte, a külföldi befektetések mértéke is növekedett. A közvetlen külföldi befektetések az első 5 hónapban 1.413 millió eurót tettek ki, ami 12,7%-kal több, mint a tavalyi év azonos időszakában. Több órán át tárgyalt Vladimir Putyin orosz és Joe Biden amerikai elnök Genfben a Moszkva és Washington közötti diplomáciai kapcsolatok mellett, egyebek között a fegyverzet ellenőrzést, a kiberbűnözést, a világjárványt és az ukrajnai helyzetet érintő kérdéseket is megvitatták. A beszélgetés meglehetősen konstruktív volt, jelentette ki az orosz elnök. A felek megegyeztek abban, hogy a Moszkvából és Washingtonból kölcsönösen kiutasított diplomatákat visszaengedik állomásaikra. Az új fegyverkorlátozási szerződés lehetséges kiterjesztéséről is tárgyalni fognak. Putyin pozitívan beszélt amerikai kollégáról, ugyanakkor egyértelművé tette, hogy mindketten a saját országuk érdekeit védik, ezért barátságról nem beszélhetünk közöttük. Joe Biden pedig azt mondta, hogy ő semmit sem Oroszország vagy más ellen tesz, hanem az amerikaiak érdekében. Elmondása szerint Putyinnal megállapodtak abban, hogy az USA és Oroszország gyakrabban fog kommunikálni egymással a problémás kérdésekről. A két politikus Oroszország és a NATO tagállamok viszonyáról is értekezett. A nyugdíj és rokkant biztosítási törvény módosítási javaslata szerepelt a köztársasági parlament mai ülésén. Fremond Árpád, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője elmondta, a VMS el fogja fogadni a törvény módosítási javaslatot, mert abban garantálnák a jogbiztonságot és a generációk közötti szolidaritást a mezőgazdasági termelőknek. A törvényjavaslat érinti azokat is, akik a 2014-es törvénnyel nem jogosultak az öregségi nyugdíjra, ezáltal mintegy 15 ezer ember ugye oldódna meg, illetve esetlegesen további 7 ezeré, mutatott rá Fremond. A mezőgazdasági termelők közül sokan nem tudják fizetni a kötelező járulékokat, mert nincs elegendő bevételük, ezért tartozásban vannak. Nagyon kevesen tudnak elsőrendűen a földművelésből élni, amihez köze van a biztosítási adminisztráció nehézségeinek is. A VMS számára a törvénymódosítás az első lépés a vonatkozó törvény és a nyugdíjrendszer alapvető megújítása felé, főleg azon része, amely a mezőgazdasági termelők időskori juttatására vonatkozik. Podatak, da tek svaki šesti poljoprivrednik u Srbiji redovno plaća doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, a da 175.000 njih duguje po 8.600 evra za neuplaćene doprinose, otvara ozbiljno pitanje ko će od zemlju radnika uspeti da plati ove dugove kako bi ostvarili pravo na penziju. Naravno, ne radi se o tome da ovi poljoprivredni proizvođači ne žele da plate ove iznose na godišnjem nivou, jednostavno oni nemaju ekonomsku moć da to plate. Procene su da se u Srbiji samo između 50.000 i 70.000 poljoprivrednih gazdinstava bavi proizvodnjom koja je isplativa. Végéhez közeledik a Caprioló Kft. Kishegyesi beruházása. Ennek keretében a település egyebek mellett önkiszolgáló automosóval, kerékpárszervizzel, gyógyszertárral és önkiszolgálóval bővül. A vállalat beruházásának köszönhetően újabb 20 embert tudnak foglalkoztatni a településen. A befektetés összértéke mintegy 50 millió dinár, nyilatkozta Brinza Lajos, a cég tulajdonosa. Ez itt a nagyszüleimnek a telke, tehát egy családi telek, itt édesanyám az kishegyesi, és ezért úgy döntött a család, hogy ezen a telken hagyunk valami maradandót itt Kishegyesen. Ezáltal egy kisebb mini bevásárlóközpontot létesítettünk.
Kishegyesen ezáltal egy olyan több szolgáltatást nyújtó központ jön létre, ahol szinte minden megtalálható lesz egy helyen. Autómosóval, biciklijavítóval, nagy önkiszolgálóval, reményeink szerint itten nagy valószínűséggel egy pici kis kávézóval is. Szerintem ez egy fontos eleme fog lenni, egy fontos része fog lenni a kishegyesi mindennapoknak. Pásztor István hozzátette, a közeljövőben megkezdődik a helyi színházépület és az előtte lévő tér átalakítása is. Felújítják a Bajmoki katolikus templomot, az erről szóló szerződést írták ma alá a Szabadkai Egyházmegye központi épületében. A Szent Péter és Pál templom nyár végén kezdődő munkálatait a Szabadkai Önkormányzat és a Magyar Állam támogatja. Augusztusban kezdődik a mögöttem lévő Bajmoki templom felújítása. A munkálatok három fázisban fognak folyni. Az első szakaszban, amely várhatóan körülbelül 1,5 hónap múlva kezdődik majd, többek között az épület tetőszerkezetét és víz elvezetését fogják elvégezni. Ezen kívül restaurálják a 43 méter magas templomtornyot, korszerű villámhárítót szerelnek majd fel, sőt, új óraszerkezet is mutatja majd az időt. Valamint a csatornáknak a javítását, mivel a víz sok helyen a csatorna rossz minősége miatt a fal alá folyik, és látszik is belül, valamint kívül szintén, hogy megindult az alap is mozogni. Ami nagyon rossz dolog, mert bent hatalmas repedések keletkeznek a boltíveken, körözbe nem, ahogy szokás, hanem hosszába, tehát hogy az egész épület mozog. A második fázisban következne a templom falainak külső javítása, szigetelése, míg a harmadik szakasz a belső munkálatokat ölelné fel, a nyílászárók, a vitrázsok, a padok és az orgona felújítását. A város az első fázisra, vagyis az új óraszerkezetre 1.570.000 dinárt hagyott jóvá a költségvetésből. Fontos, hogy a katolikus templomainkat megőrizzük, felújítsuk. A város is megpróbál ehhez hozzájárulni egyelőre szerény kereteken belül, de én remélem, hogy a következő években tudjuk növelni majd ezt a támogatást. A Bajmoki templom a Szabadkai Egyházmegye egyik legszebb temploma, mondta Hajnal Jenő. Az MNT elnöke hangsúlyozta, a magyar kormány által indított magyar templom felújítási programba azonban nem csak a műemléki jelentősége miatt került be a Bajmoki templom, hanem mert ezzel a település magyar közösségét is erősíteni szeretnék. Örökség alapú fejlesztésről van szó, mely egyrészt azt jelenti, hogy megőrizni a templom eredeti kinézetét, arculatát kívül belül, másrészt pedig a fejlesztés arról szól, hogy tartalommal, lélekkel, emberi lelkekkel teljen meg a templom. Szlávko Vecserin, a Szabadkai megyés püspök megköszönte a magyar kormány és a magyar nemzeti tanács támogatását. A templom az minden helységben, minden városban, faluban egy jel, és nem csak a keresztény, katolikus részére, hanem minden lakónak ottan, és nem mindegy, hogy néz ki ez a jel, hogy szép, vagy egy kicsit már tönkre megy. Úgyhogy ezek a felújítások ezt tovább is fognak folytatni. A magyar kormány a Bajmoki templom felújításának első fázisát 165 millió forinttal támogatta. A munkálatok első szakasza a tervek szerint az év végéig befejeződik. 77 éve annak, hogy több ezer zsidó deportáltak Szabadkáról, az évforduló alkalmából megemlékeztek és koszorúztak a zsinagógában. A megemlékezést az újvidéki zsidó hitközség Hasira kórusának szólistái nyitották meg. Ezt követően Stefan Bakić, Szabadka polgármestere szólt az egybegyűltekhez. Sada smo u jednom novom periodu u kojem jevreji Subotice imaju dobru osnovu za obnovu i jačanje svoje zajednice koja je veliki potencijal za razvoj našeg grada kao most ka jevrejskom svetu. 77 évvel ezelőtt, 1944. június 16-án mintegy 4000 szabadkai zsidó deportálása kezdődött meg.
Az eseményen Steinfeld Joshua, a szabadkai zsidó hitközség elnöke hangsúlyozta, a megemlékezésnek fontos üzenete van. Nem szabad elfelejteni, ami történt. Sukobe i zločine koje smo nastojali da zaboravimo, a desila su se kod nas u Drugom svjetskom ratu, samo su doveli do novih ratnih katastrofa 90-ih. A szabadkai zsidó hitközség felkérésére Bodzsony István is szólt a résztvevőkhöz. Kiemelte, ha tanulni tudnánk a holokausztból és mindabból, ami ahhoz vezetett, akkor talán jobban megbecsülnénk a békét, a kölcsönös megértést, az életet és a mindenható igéjét. A holokauszt vészjelző árnya még ma is közöttünk van. És nem csak a zsidó népet veszélyezteti. Ahogy a valamikori Szovjetunióban is emberek milliói tűntek el rövid idő alatt, úgy a nagy világégés után számos esetben lehettünk tanulni a kegyetlen népirtásoknak. Az életre való jog, a szabadságra, a nemzeti kultúrára, nyelvre, hagyományokra, a vallásra, a nemzeti identitásra való jog eltiprásának tanúi. A szabadkai zsinagóga udvarán lévő holokauszt emlékművet egyebek között Szabadka város, a Szerbiai Zsidó Hitközségek Szövetsége, a Magyar Nemzeti Tanács, Magyarország és Horvátország szabadkai főkonzulátusának, valamint a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének képviselői koszorúzták meg. Átvették elismeréseiket a Podolszky József publicisztikai pályázat nyertesei tegnap Bács-Feketehegyen. A Pannon RTV két munkatársát is díjazták, Dobóengi Florinda az első helyet szerezte meg alkotásával, míg Juhász Petra írásáért külön díjat kapott. Az egész napos rendezvényen megemlékezések, kiállítás és irodalmi előadás volt a programban. Sikerült valóra váltani. A publicisztikai pályázat győztese, Dobóengi Florinda a koronavírus járvány által okozott társadalmi problémákat dolgozta fel munkájában, valós szereplőkkel, valós helyszíneken. Nagyon fontos az, hogy mindenki egy kicsit jártas legyen ezekbe, illetve hogy megmutassuk azt, hogy Vajdaságban is vannak értékek, és vannak olyan fontos dolgok, amikről beszélni kell, illetve azt nagy közönség, úgymond nagy közönség elé tárjuk. Juhász Petra külön díjban részesült, egy jegyzetet írt. A mű címe pedig Bevilágít a föld az ablakon. Az írásban a természeti értékek fontosságára szeretné felhívni a figyelmet. A jövőben többet szeretne foglalkozni a publicisztikával. Nagyon örülök neki, és külön megtiszteltetés, hogy a hét nap munkatársa, illetve a zsűri engem választott Szerda Zsófi mellett külön díjasként. Szerintem ez egy külön dicséretnek számít, és igazából örülök, hogy megmertem lépni azt a dolgot, hogy kipróbálhattam magam a publicisztika terén. A pályázatra több mint 10 munkát küldtek be, amelyek az aktuális témákat dolgozzák fel, köztük a járványhelyzetet és az elvándorlást is. A zsűritagok optimistán tekintenek a vajdasági magyar újságírásra és publicisztika jövőjére. Mint mondták, az újabb generációk már a rövidebb műfajokat favorizálják, mint a jegyzet vagy a karcolat. Van, amikor kevés munka érkezik, és hát voltak olyan évek, amikor sokkal több, de el tudom mondani, hogy ide azért minőséges munkák érkeznek, mert elég sok újságíró részt vesz ezen a pályázaton, de vannak olyanok is, akik nem foglalkoznak hivatásszerűen újságírással, és nagyon örülünk annak, hogy az idén például voltak új nevek is. Csupán fehér habfelhő is semmi az éget. A nap sugarai sem apadnak belém, s a föld a mindig szomjas serángat magához. Én úszom, uram, és a birodalmad leghatárai tőlem annyira a messzeségben. A rendezvényt minden évben megszervezik tavasszal, idén viszont a koronavírus miatt nyára halasztották az ünnepséget. Podolszky emléknapot 24 évvel ezelőtt álmodták meg a Művelődési Egyesületben, mint egykori újságíróra emlékezünk rá szívesen, és a publicisztikai pályázat azt a célt szolgálja, hogy a jelenlegi ifjú újságíróink hát megmérettessenek.
A résztvevők megkoszorúzták a Podolszky emléktáblát, és megnyílt Végső Vivien fiatal bácsfeketehegyi művész kiállítása, a díjkiosztó után pedig Hajvert Ákos és Tóth Péter Lóránt irodalmi összeállítását láthatták a jelenlévők. Zánta község 4 középiskolában is véget értek az érettségi vizsgák, jönnek a ballagási ünnepségek, mi is beszámolunk a részletekről egyéb információk társaságában. Egész héten kánikula lesz, szikrázó napsütéses napok elé nézünk. Előzönlötték tegnap este a magyar szurkolók Budapest utcáit, a várt eufória ugyanakkor elmaradt. Magyarországon az elmúlt napon 107 új koronavírus fertőzöttet igazoltak, és elhunyt 9 többségében idős krónikus beteg, 349 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 53-an vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 5.363.000 fő, közülük 4.271.000-en. Már a második oltást is megkapták. Törökbecsére látogatott ma a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara küldöttsége, a település vezetésével gazdasági kérdésekről és további együttműködésekről egyeztettek. A mintegy 330 ezer regisztrált vállalkozást számláló Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara képviselőivel folytatott megbeszélésen a 2019-ben nyitott Törökbecse iroda eddigi eredményeiről, a pandémiát követő gazdasági és idegenforgalmi helyzetképről, valamint a tervekről is szó esett. A pandémiát követően elengedhetetlen a kapcsolatteremtés, a tapasztalatcsere, a szoros együttműködés. Nagyon sok mindent meg kell oldanunk. Ehhez kellenek majd a jó partneri kapcsolatok, ezt szeretnénk kibővíteni, mert nálunk most egy olyan terjeszkedés jött el a kamarába sok területen, ami esetleg a későbbiek során hasznos lehet itt is, reméljük, mert azért jöttünk el. A tervek között a széleskörű gazdasági tevékenységek területei mellett kiemelt fontosságot kap majd a gépjárművekkel kapcsolatos logisztika, szállítmányozás, gyártásiparága, valamint az idegen forgalommal kapcsolatos közös tevékenységek erősítése is. Ismételten felvegyük a kapcsolatot az intézményekkel, az önkormányzatokkal, a továbbképzési pontokkal, egyetemekkel, vállalkozásokkal, vállalatokkal, és szeretnénk, hogyha a magyarországi tapasztalatainkat át tudnánk hozni ide Szerbiába, megkapni az itteni vezetőknek, az itteni gondolkodó embereknek a véleményét, és utána közösen együtt sikerre vinnénk azt a kezdeményezést, ami így akkor már nem csak 7 millió ember érdekel Szerbiában, nem csak 10 millió ember érdekel Magyarországon. A járványhelyzetre való tekintettel a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által nyitott Törökbecse információs iroda az elmúlt másfél évben is folyamatosan működött, aminek köszönve az anyaországi kamara együttműködési megállapodást írt alá a Nagykikindai kamarával. Beszélgetések voltak már most a korona idő alatt a Kráľovai kamarával is, úgyhogy remélem, hogy ez egy szép jövő vár ránk, ami ezeket a kapcsolatokat illeti. Ezzel a látogatással, most, ahogy itt vannak a vendégek Budapesti kamarából, elmegyünk Kovinra is, és a turizmusra is sokat fordítunk, mert szerintem a kapcsolat a két ország közt legjobban úgy megy, hogy az emberek egymást megismerik. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Nemzetközi és Külkereskedelmi Kollégium képviselői az elkövetkező 2 napban Törökbecse és Kevevára mellett Nagykikindára is ellátogatnak majd. A kommunális hulladék kezelésének kihívásai és lehetőségei Vajdaságban címmel tartott a konferenciát Újvidéken. Szakmai találkozón a köztársaság és tartomány illetékes szervek és a regionális hulladékkezelők képviselői cseréltek tapasztalatot és vitatták meg a jelenlegi helyzetet. A Vajdasági Gazdasági Kamara nagytermében a köztársasági környezetvédelmi minisztérium bemutatta a hulladékgazdálkodással kapcsolatos törvénykezést, illetve az 5 éves stratégiát.
A legnagyobb probléma, hogy a kommunális, pont ez a regionális hulladéktárolók nem működnek, illetve nincs elegendő regionális hulladéktároló, aminek a közeljövőben ugye a Környezetvédelmi Minisztérium ebben a pillanatban is azon dolgozik, hogy 8 új regionális hulladéktárolót fog nyitni, ebből 3-at Vajdaságban, ami nagyon fontos, és ezáltal a hosszú távon fog majd megoldódni a hulladék, a kommunális hulladék. Tehát a folyamat a gyakorlatban nem működik még, ahogy kellene, hogy működjön. Az elmúlt évben elvégzett munkáról és az idei tervekről is szó esett az Agráregyesületek Szövetségének évi rendes közgyűlésén, amit Magyar Kanizsán tartottak meg. Az eseményen elhangzott, a falugazdászok munkája tavalyi évben a korlátozások ellenére is jól működött, és teljesítették az igényeket. Az ülésen a falugazdász hálózattal kapcsolatos tervekről is szó esett. Az idei évre tervezett tevékenységüket, amelyeknél természetesen mindig a fő hangsúly a falugazdász hálózatnak a működtetésén, annak a javításán, a falugazdászoknak a képzésén, és most már, ahogy a javult ez a COVID-helyzet, vagy a vírushelyzet, így akkor a mezőgazdaság termelők részére is tudunk szervezni különböző szakmai előadásokat, tanfolyamokat is a részükre, valamint a különböző bemutatókon, kiállításokon való részvételt, hiszen a 20 falugazdászunk, aki terepen dolgozik, az meg tudja szervezni, össze tudja fogni a termelőket. Zenta község 4 középiskolájában már lezajlottak az érettségi vizsgák, és a közeljövőben kerülnek megszervezésre a ballagási ünnepségek. Csikós Pajor Gizella, a Bolyai Tertség gondozó gimnázium igazgatója elmondta, idén 2 szakon érettségiztek a diákok, matematikai és képzőművészeti szakon, emellett pedig 9 diák érdemelte ki a VUK diplomát. A közgazdasági és kereskedelmi iskolában pénzforgalmi ügyintéző szakon magyar, míg a kereskedelmi és szolgáltatási ügynök szakon magyar és szerb nyelven érettségiztek a diákok. A következő tanévben ismét 3 első osztály fog megnyílni a tanulók számára, mondta el Tóth Kornél igazgató. A Zentai Gimnázium részéről Újházi Éva igazgató kiemelte, idén 69 érettségizővel büszkélkedhet az iskola. Az egészségügyi középiskola pedig az MNT támogatásával felszerelt tantermekben várja szeptembertől a diákokat, tudtuk meg az intézmény igazgatójától, Nagyobonyi Zoltántól. Nagy számú vidéki diákra építjük ezeknek az intézményeknek a hosszú távú működését, mert csak az entei diákoknak ez a kapacitás, amelyel az entei középiskoláink vannak, ez nagyobb kapacitás, de hát mindig is sokan tanultak itt ebben a városban, ezeken a szakokon, mint hogy sok zentei diák is utazik, akiket az önkormányzat viszont épp az utazásukban támogat, hogy a környező városokban az ott működő szakokon tudják befejezni a tanulmányaikat. Ez egy ilyen kölcsönösség, és ez egyfajta tiszamenti regionális egyesség eredménye az, hogy melyik város milyen szakokat működtet. A Magyar Kanizsai Bödő Kálmán biokertjébe látogattak el ma a helyi nagyóvodások. Az iskola előtt álló gyerekek betekintést nyerhettek a környezettudatos kertészkedésbe, de eddig számukra ismeretlen gyümölcsöket és zöldségekkel is megismerkedhettek. Megtelt gyerekekkel Bödő Kálmán Magyar Kanizsai biokertje szerda délelőtt. A lurkók sok újdonságot megtanulhattak, sőt, még játékokon is részt vehettek. Látunk borsót, batátát, egy nagy fej salátát, hagymatépát, ütetés, meg találós kérdés. Neked melyik tetszett a legjobban, és miért? Hát nekem az ültetés. Azért már lehetett kapni könyveket. Gyógynövényeket, zöldségeket, meg mindenféle zöldség és gyümölcs és gyógyítóféle terméseket. Mit hallottatok a Kálmán bácsitól, hogy mi az a biokertészkedés? Az, hogy nem permetezik a növényeket, mert akkor... Mert a permet az méreg és árt a növényeknek. A gyerekek az óvodai oktatás során is sokat tanulnak a környezetvédelemről és a környezettudatos gondolkodásról. Amikor eljöhetünk ebbe a Kálmán bácsi biokertészetébe, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekekben
megalapozza a környezettudatos gondolkodást, és a vegyszermentes gazdálkodásra nagy hangsúlyt fektető Kálmán bácsi a gyerekeket megerősíti abban, hogy permetszer nélkül is lehet növényt termeszteni. Kálmánik biokertjében már több alkalommal is jártak fiatalok, hisz Kálmán bácsi szerint már korán fel kell ismerniük a gyerekeknek azt, hogy hogyan óvják tudatosan a környezetüket. Tisztelni fogják a természetet, tisztelni fogják azt, hogy egészségesen táplálkozzanak, és tudják azt, hogy az csak is úgy lehet, hogy biotermékeket fogyasszanak, mert azokban ugye nincsen káros anyag, viszont a hasznos anyagok még sokkal koncentráltabban vannak, mindegy műtrágyával és vízzel főfújt, nem tudom milyen termékben ugye. A gyerekek szemmel láthatóan jól érezték magukat, hiszen játékosan tanulhattak, versenyezhettek, és a kertlátogatás végén még nyuszikat is simogathattak. Egész héten kánikula lesz, szikrázó napsütéses napok elé nézzünk, az elkövetkező napok legmelegebb óráiban a csúcshőmérséklet meghaladhatja a 30 fokot is, a száraz meleg időt csak elvétve zavarhatja meg helyenként egy-egy hirtelen kialakuló zápor, zivatar. Az éjszakák hűsítőek maradnak, így nagy lesz a napi hőingás, az UV-sugárzás is extrém erős lesz napközben. Elözönlötték Budapest utcáit már tegnap délelőtt a magyar szurkolók, délután pedig a válogatott mezbe öltözött, kifestett szurkolók a Hűsök teréről vonultak a Puskás arénáig, ahol 18 órakor kezdődött a magyar-portugál meccs. Azok számára pedig, akik nem a stadionban követték figyelemmel a meccset, több szurkolói zóna nyújtott lehetőséget a fővárosban arra, hogy buzdítsák kedvenceiket. Több ezren vonultak végig a Hősök terétől kedden délután a Puskás arénáig. A magyar mezes szurkolók arcukon a magyar zászló színeivel azonban nem csak a vonulás útvonalát, az egész várost elárasztották. A drukkerek a főváros több szurkolói zónája közül is választhattak. A MOL Bajnokok parkjában, a Millenáris parkban is több ezren gyűltek össze. Itt buzdította a magyar csapatot a Folkbeat zenekar több tagja is. Izgultak, tehát mindig azt mondják, hogy a hazai pálya előny. Én is fociztam, a hazai pálya ugyanannyira lehet hátrány is ilyen szempontból, most nem akarom azt mondani, tényleg minden, nagy volt a nyomás. 80 percig tartottuk magunkat kb., onnantól kezdve jöttek a gondok. Ezek már meg olyan fizikális különbségek, amik tehát itt világklasszis játékosok néztek velünk szembe. Hatalmas örömnyomgás a magyarok belül gólja után, majd csalódottsága les és a három portugál gól miatt a magyar csapat szurkolói mégsem törtek össze. Egyáltalán nem vagyok csalódott, mert ahogy az előttem szóló is mondta, 80 percig nagyon jól tartottuk magunkat. Egy olyan válogatottat tudtuk felvenni a versenyt, ami Európa legjobbja, tehát a címvédő, és 80 percig nem kaptunk gólt, sőt, gólt lőttünk, hiába les volt, de számomra azt az 5-10 másodpercet, amikor gólt lőttünk, az semmi nem adja vissza, és azt a boldogságot. A 3-0-ás vereség ellenére a magyar szurkolók továbbra is bíznak a válogatottban. Francia azt a jelleg, az teljesen... Magyar vagyok, de esélytelen, még annyi se esély, mint a portugálok ellen, de talán németek ellen még rá tudjuk hozni egy X-re talán, vagy egy döntetlenre, vagy egy győzelem talán belefér. Akkor láttuk azért egy győzelmet még talán. Németországra, igen. Igen. Azért szurkolunk mindenképp. A magyar csapat szombaton, június 19-én a világbajnok franciákat fogadja 15 órától, majd jövő szerdán, június 23-án a németek vendégei lesznek Münchenben 21 órától. Megkezdődött a labdarúgó Európa-bajnokság csoportkörének második fordulója. Az első kör is izgalmas mérkőzéseket hozott, és meglepetés eredmények is voltak.
Ezek közül is a legnagyobb, hogy a spanyol válogatott óriási fölénye ellenére gól nélküli döntetlent játszott a svédekkel. Ez volt a forduló egyetlen gól nélküli összecsapása. A kontinens viadalon az eddigi 12 mérkőzésen 28 találat született. A második forduló első játéknapján ismét három mérkőzést követhettek a labdarúgás rajongói. A nap első mérkőzése a Finnország-Oroszország találkozó volt, itt az eredmény 0-1 lett. 18 órától a török és a Velszi csapat csapott össze, az eredmény 2-0 a Velszi csapat javára. Az esti mérkőzés pedig igazi csemegének ígérkezik, amikor is Olaszország és Svájc legjobb labdarúgói lépnek pályára. A műfüves labdarúgópályák átadásáról, a Topolyai stadion munkálatainak folyamatáról és a TSC jövőbeni terveiről Zsemberi Jánost, a TSC labdarúgóklub elnökét kérdezte Bíró Tamara. Köszöntöm a Híradó Plusz nézőit. Műfüves labdarúgó pályát adtak át ma Óbecsén és Kishegyesen a TSC akadémiai programjának keretében. Egyebek mellett ennek kapcsán kérdezem Zsemberi Jánost, a TSC labdarúgó klub elnökét. Jó napot köszöntöm a műsorban. Mit jelent ennek a két településnek, mind Óbecsének, mind Kishegyesnek ez a műfüves pálya? Mekkora igény van erre, hányan fociznak majd ezeken a helyeken? Mint tudjuk, a labdarúgást nem csak Topolyán fejlesztjük, mert ez így nem is lenne igazságos, hanem a Topolya környékén, illetve egész Észak-Vajdaságban, de ezen felül Bánátban is, mert van alközpontunk Becskereken is, illetve Magyarcsernyén. És Becsén például egy nagy műfűes pályát, Kishegyesen egy kisebb műfűes pályát adtunk át. Itt is van nagyon sok gyerek, aki ápolja labdarúgást, hagyományosan nagyon jó együttműködésünk van a Kishegyes és a Becsei labdarúgó klubbal, és nem csak velük természetesen, mert mint tudjuk, máshogy is nyitottunk már pályákat múlt héten Tótfalun. Az akadémiai rendszer ez nem csak Topolyára, hanem környékbeli településekre is vonatkozik, és az egységgel egy nagyon régi együttműködésünk van. Valamikor különben Topolyát is látom, hogy ugyanígy hívták, hogy egység. És volt olyan, amikor egy ligába játszottunk, hát most ez természetes, hogyha nekünk esett ez a dolog, hogy a TSZT-nek az egésznek a koordinátor, akkor hogy a Kishegyesek is ebbe bekapcsoljuk, és reméljük, hogy előbb-utóbb Kishegyesek gyerekekből valaki bekerül a TSZT első csapatába. Ha nem, akkor majd játszik Kishegyesnek, vagy lehet éppen a Kishegyesi gyerek a Becsének, vagy a Becsé a Kishegyesnek. Topolyán is folyamatosak a fejlesztések, épül ugye a stadion. Erről mit lehet tudni, hogy haladnak a munkálatok, mikor fejeződnek? A stadion az valamikor július vége, augusztus vége közepéig be kellene, hogy fejeződjön, és akkor utána lesz egy ünnepélyes átadó. Előbb gondoltuk már, hogy meg lesz, de hát nem olyan egyszerű, tényleg egy nagy épületről van szó, összetett épületről van szó, nem is a nagyságával van baj, hanem annyira összetett, nagyon, nagyon sok négyzetméter, fűtés, hűtés, akkor ezt mindegy ilyen nagyon ökológilag önállátó stadiont építünk, ami saját napenergia napelemekkel rendelkezik, tehát fűtés az melegvizes fűtés, hűtés az megint saját kútból, tehát egy ilyen ökostadiont építünk, és ezért nagyon összetett a gépészete, tényleg akkor ezen kívül sok több minden lesz benne. Tehát ez nem csak egy stadion lesz, hanem ezen kívül lesz egy sportközpont is. Ezekből a fejlesztésekből, amikről most beszélgetünk is, látszik, hogy rengeteg terve van, és hosszú terve van még a TSC-nek. Mik a jövőbeni kilátásai a TSC-nek? TSC először szeretné magát stabilizálni itt a Szuperligában, szeretné egy európai csapat lenni, szeretnénk a rendszerüket még jobban működtetni, mint tudjuk, a rendszer úgy van összeállítva, és egy metodika van összeállítva arra, hogy a gyerekeket mit edzenek, hogyan edzenek, és Becsén, Hegyesen is például ez folyik, ugyanaz a munka folyik, mint Topolyán. Szeretnénk ezt a hálózatunkat még terjeszteni, szeretnénk másut is fejleszteni, tehát nem csak a Kishegyes, Becse is, amiket felsoroltam, hanem ezen fölül még szeretnénk még pár helyen nyitni, illetve pár klubot bekapcsolni a munkánkba, bár már most is van 17-8 település, körülbelül 2000 gyerekkel foglalkozunk,
úgyhogy már néha, hogy mind az előbb, egy kicsit úgy már, úgy már szinte nem is tudom, hogy pont hol dolgozunk és hol vagyunk jelen. Zsemberi Jánosnak köszönöm szépen a beszélgetést, és további sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. A Híradó Plusz Bíró Tamara tudósította Kishegyesről. Eddig tartott hírműsorunk, lássuk a mai nap kiemelt témáit még egyszer. Műfüves focipályákat adtak át ma Óbecsin és Kishegyesen. Szerbia soha nem ismeri el Koszovó függetlenségét, hangsúlyozta mai sajtótájékoztatóján a szerb államfő. Több órán át tárgyalt ma Vladimir Putin orosz és Joe Biden amerikai elnök kertben. Hamarosan megkezdődik a bajmoki Szentpéter és Pál templom felújítása. Sikeresen szerepeltek a Pannon RTV munkatársai a Podolszky József publicisztikai pályázaton. Megköszönöm figyelmüket, még több hír és info várja önöket a pannonrtv.com-on, itt riportjainkat, filmjeinket is visszanézhetik. Ne váltsanak csatornát, mert hamarosan kezdődik a Nikola Parov Quartett és Herzog Ágnes koncertje. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra!